A Poppy Playtime PC Steam verziója elérhető a G2A oldalán, ha esetleg még nem szerezted be ezt a játékot. És, hogyha mást is szeretnél esetleg nagyon jó értékeléssel beszerezni, mondjuk a legjobb játékok választásban, ami akár mínusz 95%-ot is jelenthet, vagy esetleg, hogyha valamilyen hardware-re van szükséged videókártyára, vagy egy Nintendo Switch OLED konzolra, esetleg egy PlayStation 5 digitális kiadásra, akkor erre is van lehetőség, hogy mínusz 13%-kal vásárold meg, és teljesen ingyenes kiszállítással Magyarország területére. Sziasztok, én Owen McHenry vagyok, és ez itt a Poppy Playtime Chapter 3-nak lesz a reakció videója. Ugye kijött és el is küldtétek nekem, láttam pontosan 1 perc 5 másodperc, szóval sokat nem kapunk, mondjuk ez várható volt. Én még nem láttam, mondtátok sokan, hogy nézzük meg együtt egy videóban, úgyhogy itt is vagyok, de még mielőtt ugye megnéznénk ezt az 1,5 kemény másodpercet, előtte két dolgot hagyd mondjak el nektek. Az első, hogy ugye múlt héten Nyíregyházán volt videós találkozó, és most szombaton, amit egyébként nagyon szépen köszönünk, hogy eljöttetek, mert nagyon sokan voltunk, és nagyon kedvesek is voltatok. Viszont most szombaton Pécsen is látogatást tesz a videós csapat, én is ott leszek, és már is mondom, hogy hol leszünk, kérlek szépen az E78-as helyszínen, ez nem tudom mi, ez olyan, mint valami videójáték helyszín, vagy nem tudom. De azért a címet is elmondom neked, hogyha el szeretnél jönni. Szóval Pécsen a Major utca 21, és az irányító száma 7626-os. 3 felvonás van, hogyha a Pécsre szeretnél jönni velünk, találkozni velem és a többi videóssal, akkor itt van a lehetőség. Mi nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha eljössz, és találkozunk, és játszunk, és nyereményeket osztogatunk, meg ilyesmi. Aki már volt videós találkozón, az tudja, hogy milyen. Én nagyon szeretek veletek találkozni személyesen, nagyon kedvesek vagytok mindig hozzám, nagyon aranyosak a szülők is, minden, szóval félreértés ne essék. Én ott leszek, várlak titeket sok szeretettel, szombaton egész nap 3 felvonás van. Ha érdekel bármelyik, akkor itt a leírásban megtalálod a linket, és várunk téged ott nagyon-nagyon sok szeretettel. Ez lenne az első dolog, amiről beszélni akartam, a másik pedig, hogy egészen szeptember 15-éig most elérhető a limitált iskolakezdési táska a videosbolt.hu oldalon. Azért limitált, mert csak szeptember 15-ig kapható, szóval hogyha nem tudod beszerezni, akkor sajnos le fogsz csúszni erről a nagyon király táskáról. Én szerintem egyébként nagyon király, mert már azért is, mert én nekem általános iskolában és középiskolában is olyan táskám volt, ilyen oldaltáskám volt, én nem nagyon szerettem ezt a háti táskát, megmondom őszintén, nem tudom, valahogy ez jobban adta. És hát elég nagy egyébként, sok minden belefér. Nem tudom, a fejem is belefér. Na, zsír. Szóval szeptember 15-éig tudtok ilyen táskát rendelni, hogyha egy vadonatúj táskával szeretnétek indítani az iskolát, viszont utána sajnos lecsúsztok róla. Ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy minden rendelés mellé kaptok egyébként egy ilyen videós matrica ajándékcsomagot, amiben random videósok matricaként lesznek, és fel tudod ragasztani a hűtőre, meg mondjuk a táskára, meg minden. Úgyhogy szeptember 15-ig ez az akció él. Érdemes ránézni a videosbolt.hu per Owen McHenry oldalra, mert egyébként ezen a terméken kívül nagyon sok minden mást is meg lehet ott találni, például a porósapkát, amit nagyon szerettek már évek óta, és én is nagyon szeretem. Meg ott vannak a képregényeim is természetesen, hogyha van a raktáron. Úgyhogy ezt is megtaláljátok a leírásban, és hát akkor nézzük meg együtt ezt a Poppy Playtime Chapter 3 1.5. Hát igen, 1 perc 5 másodperces nagyon finom trélert. Nézzük, gyertek, nézzük meg, hol van, úristen, nagyon izgulok. Úristen, hol van? Hogy itt is vagyok. Na, 1 perc 5 másodperc full hangerőn szó nélkül meg fogom nézni, aztán reflektálok, hogy mit láttam. Nézzük. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. I
Igazság szerint nem sok mindent tudtam meg, viszont ez a 20-23 ugye az, hogy jövőre fog megjelenni a Chapter 3. Hát ugye a 3-as azért van szerintem pirossal kiemelve, mert ő, tehát ebben a Chapter 3-ban, nyilván azért, mert Chapter 3, meg szerintem azért, mert ugye a harmadik ellenféle fogunk szembeszállni, mert ha megnézed a Chapter 1-ben ugye Hagiwagi ellen, úgymond harcoltunk, vagy menekültünk, a kettőben pedig Mommy Moms Lex szeretett volna minket mindenféleképpen elkapni, vagy megismerni jobban. És itt a harmadik részben nyilván egy harmadik játék lesz. Behallgattam, amit a csávó mondott, hogy valami új játékot találtak fel, amit a gyerekek sose fognak maguk mögött hagyni, mint hogyha valami nagy bejelentés lenne, egy új játék, mert hogy ez a játékgyár csak olyan játékokat csinált, ami arra szolgál, hogy a gyerekeket úgymond megnevettesse. Hát amit láttam egyébként, ez a gázmaszk, ezt nem tudom hova tenni. Ezt nem tudom hova tenni, ezt a gázmaszkot. Egy nagyon jól néz ki, de nyilván az új ellenfélhez lesz köthető, vagy nekünk lesz egy új tárgy, amivel meg tudjuk magunkat védeni. Én nem tudom. Ez a gázmaszkot így hirtelen nem tudom hova tenni. Lehet, hogy a következő játéknak egy alkatrésze, akivel szembe kell majd szállnunk. Alapesetben ugye láthattuk már, hogy milyen játékokat csinálnak ebben a gyárban, és egyiknek se volt gázmaszkja, de hát lehet, hogy ezután lesz. Kicsit hasonlít egyébként a gázmaszk feje és kialakítása nekem arra a dino játékra, tudjátok, az a nagy dino játék, lehet, hogy ő lesz a következő ellenfelünk, nem tudom, de ugye megnézed itt a háttérben egyébként láthatod, hogy a többi játék is itt szét van szedve, meg ahogy amúgy közelített itt a kamera, olyan, mintha azt akarnám nekünk sugalni, hogy például itt van a Haji. Ő volt az első játék, akivel találkoztunk, hogyha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy jön a Mommy Mom's Legs, ő ugye a második chapter, tehát és akkor a harmadik chapternél pedig itt van egy, itt van ugye, ez a disznó, ez a dino fejű, tehát ez a dino játék. És lehet, hogy ő lesz a következő, sőt, szerintem biztos, és lehet, hogy az övé lesz ez a gázmaszk is. Nem tudom. De ha megnézed a gázmaszkot, nem olyan, mintha dino feje lenne? Valahogy ez lehet az én hülyeségem. Lehetséges, nem tudom, srácok, írjátok meg a komment szekcióban, hogy nektek mi a véleményetek erről. Nektek mi a véleményetek erről, mit gondoltok, mi lesz benne, hogy látjátok, esetleg tudtok valami olyan információt, amit én nem vettem, és amit ti mindig jobban tudtok mindent, mint én. Úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm. Már sokat nem tudtunk meg, és természetesen várom, és kérdéstelen, hogy fogok-e vele játszani, vagy nem, ha addig még videózunk. Hát de csak meglátjuk. Szóval mindenféleképpen ki fogjuk játszani a Chapter 3-at, ez nem kérdés, de attól független addig beszélgessünk, hogy szerintetek mi lesz, mire várhatunk, mi lesznek a következmények, vagy egyáltalán mi lesz ez az egész. Köszönöm szépen, hogy elküldtétek egyébként a Chapter 3-at, én nagyon-nagyon szeretem, hogy ti mindig így egyből szóltok, hogyha valami játékkal kapcsolatban történik valami. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a rövid videót, többet nagyon-nagyon tudok elmondani róla, minden esetre biztos, hogy várom és nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy a linkeket megtaláljátok a leírásban, videosbolt.hu vagy videós találkozó, minden ott van, srácok, várunk titeket szeretettel, ott vannak a termékek, és köszönöm szépen a G2A-nak a megkeresést, és a G2A linket is megtaláljátok, ha olcsóban szeretnétek játékhoz jutni. Én Owen McKenny voltam, találkozunk a következő videóban és élőadásban, addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Elkezdődött az iskola kezdési akció a videosbolt.hu oldalon. Egy nagyon különleges limitált táskával kezdhetett szeptember 1-én az iskolát. Ha érdekelnek a részletek, a videosbolt.hu/OwenMcKendry oldalon megtekintheted. Az akció és a limitált termékek szeptember 15-ig tartanak. Ne felejtsd el, hogy minden rendelés mellé ajándék matrici csomagot is kapsz.